A 16. vizes világbajnokságot követően az elmúlt héten rendezték meg az oroszországi Kazányban a Masters világbajnokságot. A magyar küldöttség egy kényszerleszállással tarkított repülőút után érkezett meg Tatárföld fővárosába, ahonnan végül 7 arany, 11 ezüst és 6 bronzéremmel tért haza. Az ezüstök közül 3-at a nyíregyházi Szokor Diana szerzett, aki a 40 és 44 év közöttiek mezőnyében utolsó évesként 3 gyorsúszószámot követően is a dobogó második fokára állhatott fel. Nagyon elégedett vagyok a 3 ezüstéremmel. Az egyik arany majdnem sikerült, 750-ig vezettem, 800 gyorson, 800 gyorsra készültünk. Nem vagyok szomorú emiatt, akkor egy kicsit szomorú voltam, de most már, hogy hazajöttünk, most már nagyon boldog vagyok, hogy 3 ezüstérem sikerült. Én még ilyen világbajnokságon nem voltam. Annyira pozitív csalódás volt. Nem tudtuk, hogy mi vár ránk Oroszországba. Végig jól szervezett, jó hangulatú volt, nagyon sok úszó volt. Tulajdonképpen annyira boldogok voltunk, mikor ott voltunk, hogy ilyen jó társaságba kerültünk, ilyen gyönyörű helyre, hogy már csak pozitívan jöttünk haza minden tekintetbe. A civilben fogorvosként dolgozó úszónő 10 hónapos világbajnoki felkészülését Sajgó László irányította. A fiatal edző szerint tökéletes visszaigazolása volt a közös munkának az, hogy tanítványa mindhárom számban megjavította korábbi legjobbját. Szépen lassan építkeztünk versenyről versenyre. Több magyarországi versenyen részt vettünk, illetve egyszer voltunk Eindhovenben, Hollandiába, és mindegyik verseny arra utalt, hogy jó úton járunk, és hogy az a világbajnokság jól sikerülhet. Amit magunk elé kitűztünk, azt sikerült megvalósítani, és ezek a versenyek mindig adtak egy lökést, egy pozitív kiszfogást, hogy jó úton járunk. Az úszónő a következő hetekben még levezető edzéseken vesz részt, majd egy hosszabb pihenőt követően elkezdi a felkészülést a jövő évi londoni Európa-bajnokságra, ahol korosztályváltást követően úgymond korcsoportja fiataljaként szállhat majd medencébe.